Sziasztok! Egy kis gyors bemutató az oszlopmosásról, illetve később az üstmosásról is. Kértétek, mutassam meg, hogy működik. Ugye a tömlő rá van már kötve az üstmosó bemenetre, a T-szelep a megfelelő állásban, így csak az oszlopba fog a víz beáramolni, és amikor megnyitom a kart, ugye az elzáró szelepen, akkor egyből láthatjuk, hogy beömlik a víz az oszlopba. Ugye ennek a nagy előnye az az, hogy gyakorlatilag teljesen átöblíti az oszlopot, így az oszlopban marad bármennyi párlat, illetve egyéb posz, az szép lassan le fog folyni, és ugye a nyitott leeresztő csapon keresztül egyből távozik is. A beeresztett víz szép lassan ugye mindegyik szinten átbugyog, és már át is van mosva az oszlop. Ez párszor megismételhetően szükségesnek találjuk, de alapvetően egy öblítés is bőven elegendő ahhoz, hogy levigye a koszt, és kezdhető legyen akár egy következő főzés rögtön a művelet után.